Na, tehát akkor tulajdonképpen, ugye kis Lászlójak annak, aki nem ismer, a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont Honkoly Tege Miklós Csillagászati Intézetének valamilyen munkatársa, aki eljöttem ma este a gömbhalmazokról mesélni. Ennek van egy oka, hogy erről most itt fölvállaltam az előadástartást. Egy ausztrál kollégám, amikor még annak idején Ausztrálban dolgoztam, egy kellemes Siding Springi vacsora közben adomaként mesélte azt, hogy a gömbhalmazok azok olyanok, mint a fekete lyuk, az összes csillagászt beszippantják magukba. Szinte mindenkinek a szakmai fejlődésébe beleilleszkedik egy olyan időszak, amikor elkezdik a gömbhalmazok izgatni. Nekem is volt egy ilyen időszak az életemben, 2006 és 2011 között egy pár évig erősen ráfókuszáltam a gömbhalmazok bizonyos vizsgálatára, akkor sok mindent elolvastam a gömbhalmazokról, közben minden szép berendezést, és akkor úgy kicsit megérintett a világ, aztán mint legtöbb csillagászt kidobja, mint a akréciós korongba ugye ferdén behulló és aztán kirepülő matéria, csomó úgy a gömbhalmazok is kidobják a legtöbb csillagászt, és nem foglalkoznak életük végéig gömbhalmazokkal, de a szeretet, a téma szeretete, a téma kedvelése, az jellemzően megmarad mindenkiben. Tehát mondjuk azt, hogy kicsit foglalkozgattam egy időben gömbhalmazokkal, ezért szeretem azzal nyugtatni magamat nyugtalan éjszakákkal, amikor fölriadok, hogy jaj, mihez értek, és akkor elkezdem sorolni magamba a témákat, na ott a gömbhalmaz, jó, ahhoz is értek egy picikét. Nem sokat, az ténykérdés. Na, lényeg, hogy ugye ez most a Charles Messier Szabad Egyetem, vagy nem tudom mi a francia elnevezés ennek az esemény sorozatnak, annak a keretén belül történik, ugye Charles Messiernek van valami nem tudom hány száz éves, nem tudom milyen évfordulója, és szerintem a legtöbb jobban tudja, mint én, 200 éve, 300 éve. Kettő, mit csinált 200 évvel ezelőtt? Akkor halt meg, meghalt. Hát ez egy kicsit paradox nekem, mint tavaly a Konkoli Tege halálát ünnepeltük 100 éves évfordulóra. Tehát alkalom az emlékezésre. Jó, hát akkor Messier most ma 300 éves lenne, vagy 270 éves lenne, ha élne, de hát nem él. Ugye Messier katalógusában a gömbhalmazok nagy számban képviselik magukat. Ugye ha ránézünk erre, van-e van, hogy itt egy kicsit sötétebb csak elől? Ezt mindig elfelejt. Ez így sokkal jobb. Így van, köszönöm szépen. Ugye a Messier katalógus, ez a 110 Messier objektum az M1-től az M110-ig, és hát én összeszámoltam, hogy mi 29 gömbhalmazt találtam benne, tehát ami azt jelenti, hogy mondjuk, hogy a nagyságrendileg 25-30% a Messier katalógusnak az gömbhalmazokból áll. Tehát mindenképpen látványos, gömbszerű égi testek sok-sok csillaggal bennük. Tehát mindenképpen azt gondolná az ember, hát mondjuk így, hogy a galaxisok mellett talán, a galaxis, gömbhalmaz, nyílthalmaz, talán ilyesmi a gyakorisági sorrendje. Annak a katalógusban az előfordulásuk, amit ugye annak idején Messier az üstökösök keresését elősegítendő állított össze. Azok, amik üstökösnek látszanak, kis távcsőben halvány ködös paca, de nem mozognak, tehát nem naprendszeri égitestek, hanem valami távoli, kinti dolgok. Tehát a gömbhalmazokról az ember azt gondolja, hogy úgy érdemes akkor is beszélni, hogyha Messierre emlékszünk, és Messier katalógusába belegondolunk. És áll Messier, kinek keze Messier. Na mindegy. Ugye, elismerem, nagyon gyönge volt. Ugye, ha egy kicsit megpróbáljuk kontextusba helyezni ezeket a gömbhalmazokat, ez kicsit zavaró, hogy ferde a projektor. Valaki belerúg abba a rúdba, vagy lehet ehhez hozzányúlni, vagy inkább hagyjuk. Mert itt lelóg a lényeg, a nyöbetű, és akkor valaki azt gondolja, hogy ilthalmazokról beszélek, és ez helytelen. Tehát jellemzően mik is ezek a csillaghalmazok, próbáljuk meg megteremteni a bővebb kontextust. Jellemzően egyébként az egész előadás ez így épül föl, hogy van egy első fele, ami a kontextus, és van egy második fele, ami a friss szakirodalom áttekintése. Tehát most megpróbálom fölvetni gyorsan egy olyan, mit tudom én, 30 percben, hogy mi az érdekes manapság a gömbhalmazokkal kapcsolatban, vagy miket lehet mondani, vagy miket szoktunk mondani, és a második felében meg áttekintem, hogy az elmúlt két évben mik váltottak ki nagy visszhangot rögtön a megjelenésük után a gömbhalmazok témakörében. Ugye a csillaghalmazokról, ha beszélünk, nyilvánvalóan két jelentősebb csoportról társaloghatunk, az egyik ugye nyílt halmazok, meg fiatal csillaghalmazok.
jellemzően millió, max. 1-2 milliárd éves csillagcsoportosulások viszonylag gyengén kötöttek gravitációsan. Ugye ez az is jelzi, hogy nincs belőlük idős. Tehát mire megöregszenek, addigra szétesnek. Ugye nem maradnak egybe. Jellemzően több száz tagja van egy nyílt halmaznak, itt jobbra Éder Iván fotója a fiastyúkról, és ugye a nyílt halmazok annak köszönhetően, hogy fiatalok egy friss csillaggenerációt reprezentálnak, mindenféle tömegű csillagok vannak bennük. Vannak akár ugye 10-20 naptömegű vörös szuperóriásoktól kezdve 3-10 naptömegű vörös törpékig, bármi, amit el tudunk képzelni. Jellemzően ugye a galaxisunk fősíkjában. Tehát, hogy a galaxisunk központi síkjához közel, ott, ahol a csillagkeletkezési régiók vannak. Nyílt halmaz, fiatal csillaghalmaz, laza, hát lazák vagyunk, szeretjük a laza dolgokat. Ugye ezzel szemben a gömbhalmazokról, ugye, amit az ember azonnal elmond, hogy ezek a legidősebb építő kockák a tejútrendszerben, jellemzően 10 milliárd éves és azt meghaladó korúak, akár 1-2 millió halmaztaggal, de jellemzően, és akkor is azt lehet mondani, hogy 100 000-es nagyságrendű halmaztaggal. Ugye ezekben a csillagok fémszegények, idősek, és ugye tulajdonképpen, ha fölidézzük azt, hogy a csillagfejlődésről mit tudunk, 10 milliárd évig már csak a kis tömegű csillagok élnek. Tehát amit ma a gömbhalmazokban látunk, azok tuti biztos mind kis tömegű csillagok. Jellemzően amit látunk a gömbhalmazokban, azok egy naptömegnél kisebb tömegű csillagok. Hiszen a mi napunk is normál csillagként olyan 10 milliárd évig él. Tehát egy 10 milliárd éves nap lesz majd egy kezdődő vörös óriás. Ugye a gömbhalmazokban a legfényesebb csillagok azok a vörös óriásákhoz tartoznak, egy és fél naptömege maximum. A gömbhalmazokban kis tömegű vackok vannak, olyan csillagok, amik túlélték a galaktikus fejlődést, és mivel nyilvánvalóan bennük is valami olyasmi csillagkeletkezés volt régen, 10 milliárd évvel ezelőtt, vagy vörös eltolódásba gondolkozva, kettes vörös eltolódás környékén, ugye ha a múltba visszanézünk, és megnézzük, hogy milyen galaxisba keletkeznek éppen most a gömbhalmazok, a kettes vörös eltolódású galaxisokba. Na lényeg, ami lényeg, hogy nyilván bennük is voltak valamikor nagy tömegű csillagok, de ma már nincsenek ott, viszont ezt ellensúlyozandó van bennük rengeteg csillagfejlődési végealapot. Fehér törpe, neutroncsillag, és még akár fekete lyukak is, ott kérdőjelet tettem, mert azért gömbhalmazbeli fekete lyukról, akár csillagtömegű, akár közepes tömegű, akár nagyobb bacska tömegűről azért ellentmondásosak a szakirodalmi információk. Ugye megnézzük azt, hogy térben hogyan helyezkednek el a tejútrendszerben a gömbhalmazok, van egy ilyen szép McMaster University adatokat felhasználó Larry McNish által készült háromdimenziós vetületi diagram. 119 gömbhalmaz a galaxis maghoz képest 50 000 fényéven belül. Hát lehet látni azt, hogy ténylegesen semmi közük a galaktikus fősíkhoz, egy ilyen kiterjedt, halóbeli objektum csoportról beszélhetünk. Egy gömbhalmaz keletkezés modellező cikket is elolvastam, miközben készültem erre az előadásra, és akkor abban a szerző megfogalmaz azt, hogy miként lehetne a gömbhalmaz definiálni, gyakorlatilag olyan csillaghalmaz, ami térbeli és sebességbeli koordinátáját tekintve nem esik egyben a anyaggalaxisának a csillag keletkezési területeivel. Tehát magyarul, még ha ott is van éppen ahol, tehát térkoordinátája megegyezik esetleg a csillag keletkezési területtel, akkor a sebesség koordinátája nem fog egyezni. Tehát a gömbhalmazok ugye átzuhannak adott esetben a galaxisunk fősíkján, nyilván lehetnek térben egy helyen a csillagkeletkezési régiókkal, de akkor is nagy sebességgel repülnek keresztül. Tehát a gömbhalmazok, vagy mondjuk a gömbhalmazszerű objektumok, azok a nagy tömegű csillaghalmazok, amelyek térben és sebesség koordinátaikban, egy ilyen haddimenziós fázistér tekintve nem esnek egyben a anyagalaxisuk csillagkeletkezési régióival. Van egy másik ilyen Móriczka ábra, bocsánat a angol nyelvű föliratokért, de megmondom őszintén, lusta voltam őket fordít, lemagyarítani. Ugye itt valami napunk a tejútrendszeren belül, ugye galaktikus dudor középen, és a gömbhalmazok azok jellemzően a dudorhoz társulnak, illetve kinn a halóban. Van is egy bizonyos szétesés kétfajta viszonylag fém gazdagabb gömbhalmazokra a galaktikus dudor irányába, meg ezek itt kinn a halóban, ezek tényleg nagyon-nagyon fémszegények, jellemzően napunktól akár 100-szor fémszegényebb csillagokból álló égitestek. Ugye első kérdés, honnan a fenéből lehet tudni, hogy ezek öregek?
ugye a választ, azt a szín, fényesség, vagy másképpen Hertzsprung-Russell diagramjuk adja meg. Ebből nagyon sokat fogunk ma nézegetni. Ugye egyik kollégámat szoktam parafrazálni, akinek az állítása az, hogy a csillagászat halála vonalas ábra. Mert hogy ugye vannak a szép, fantasztikus, ilyen színes fantázia ábrák, a kis ufók jönnek, a halálcsillag épp szétrobbant egy bolygót, meg mit tudom, ezek tök izgik. És akkor felrakunk egy ilyen exo-bolygó, exo-hold modell görbét, hogy így torzul a tranzit görbe, és az már ember érzi, hogy a olmos súly megjelenik a szemhéján, és szeretne elaludni. Rossz hírem van, ma elég sok vonalas ábrát fogok mutatni, ezért megpróbálom valahogyan úgy egy ilyen virtuálisan, egy intellektuális feltupírozást, vagy intellektuális izgi habosítást próbálok mellékelni a vonalas ábrákhoz, hogy értsük meg, hogy mi van rajta. Tehát ugye a szénfényesség diagram az jellemzően ugye egy csillagpopuláció, tehát egy csillaghalmaz, egy emberpopuláció van. Csak egy példát, tényleg itt az elején még egy nagyon egyszerű példát. Az emberekre is föl lehet egyébként egy Hertzsprung-Russell diagramot rajzolni. A vízszintes tengerre kell föltenni alá kell írni azt igen. Tehát a vízszintes tengeren rakjuk föl a tömeget, a függőleges tengér a magasságot. Azt hiszem. Lehet, hogy fordítva. De lényeg az, hogy ott is kirajzolódik, hogy a jellemzően a nagyobb tömegű emberek magasabbak. De vannak kis tömegű alacsonyak, meg vannak kis tömegű magasak, azok a langaléták. Meg vannak nagy tömegű alacsonyak, nem nagyon, azok a kis töppet kövérkék, meg a nagy tömegű magasak, akik ugyan jól fejlett óriások. Tehát van óriásság, fősorozat, ugye a normál emberek többsége elhelyezkedik, kicsit nagyobb a tömege, annál nagyobb a magassága. Tehát lényegében valami hasonló diagram. Egyszer láttam egy ilyen ábrát, csak most megpróbálom fölnézni, nem sikerül. Tehát ha van egy valamilyen égites típusunk, ugye emberek, ha égites típusok, akkor mondjuk két paraméter a magasság és a tömeg, amit meg lehet mérni egy mérleggel és egy mérőrúddal. Csillagok esetében meg lehet mérni a színt, kék, sárga, vörös, amit valamilyen módon megmérünk, tehát kvázi kvantifikálunk, szép tudományos kifejezéssel. A függőleges tengeren meg felrajzolhatjuk mondjuk az abszolút fényességet. Hány wattos a csillag? 100 wattos, 1000 wattos, 1 millió wattos, vagy 1/10 wattos? Ugye ez egy színfényesség diagram. Ezt nevezhetjük Hertzsprung-Russell diagramnak is, aminek ugye jellemző ága a fősorozat, jobbra lent a vörös halvány, balra fönt a fényes kék csillagok. A kettőt összekötő ág az a fő ág. És a lényeg, ami lényeg, hogy ez tulajdonképpen a tömeg szerinti eloszlás mutatja. Most egy kis csillagfejlődési asztrofizika bevezetés a csillagfejlődés asztrofizikájában 2 percben, most ez hangzik itt el. Ugye a fősorozaton a tömeg szerint megyünk fölfelé, egyre nagyobb tömegű csillagok vannak. Itt vannak a 20-40 nap tömegű csillagok, amik kialakulásukkor itt balra fönn vannak. Itt meg lent vannak a fél nap tömegű vörös törpék. A kettő között így szépen egyenletesen monoton módon nő a csillagok tömege. A mi napunk egy nap tömeggel valahol itt a közepén van a diagramnak. És tudjuk azt, hogy a nagy tömegű csillagok azok a magjukban sokkal nagyobb sebességgel égetik a fúziós reakcióknak az nyersanyagát, a nagy tömegű csillagok gyorsabban elfejlődnek a fősorozatról, ahol ugye zajlik a normális hidrogén-hélium fúzió, az, ami a mi napunkban is van. Ugye a nagy tömegű csillagok elfejlődnek, és nagyon gyorsan fölkerülnek valamilyen jobbra fönt, kiterjedt, de emiatt lehűlt, tehát vörös és óriás vagy szuperóriás tartományban. Tehát ez a tartomány, ez a balra fönt sarok, ami érzékeny a korra. A nagy tömegű fiatalok, itt, amikor még itt vannak, jelzik, hogy fiatalok. Ahogy öregszik a populáció, ezek nagyon gyorsan elfelülnek ide jobbra föl. Aztán föl is robbannak, meg mindenféle dolgot csinálnak, és eltűnnek a képből. És ahogy öregszik egy bizonyos populáció, annál kisebb tömegű csillagok is képesek elfejlődni. Ugye ezt a környéket úgy hívjuk, hogy elfordulási pont, turn off point, szép magyarsággal, és lehet látni ezeket a vonalakat az 1 milliárd, 2 milliárd, 4 milliárd éves csillagfejlődési modellek. Ugye ezek olyan modellek, ahol a különböző tömegű csillagokra ki van számítva, hogy ott éppen mennyi a színük, és mennyi az abszolút fényességük.
Tehát ez a rész itt balra fönn, az elfordulási pont az, ami a korra nagyon érzékeny. A nyílt halmazok tele vannak fényes kék csillagokkal, a gömbhalmazokban egyáltalán nincsen már fényes kék csillag. Vannak kék vándorok, de ez egy másik téma. Arról ma szerintem egyáltalán nem is fogok beszélni. Ugye a gömbhalmazok esetében, mondjuk az M55, a Sagittarius szép gömbhalmaza, ha megnézzük ezt a klasszikus színt, a B-V színindexet, tehát a B és a V szűrőn keresztül mért fényesség különbségét, akkor azt lehet látni, hogy ez az elfordulás már egész alacsony, ugye ez itt abszolút fényesség, itt van a napunknak az abszolút fényessége, a mi napunk az már körülbelül az M55 gömbhalmaz elfordulási pontjánál lenne, vagy annak a közelébe. Tehát magyarul az egy naptömegű csillagoknál nagyobb tömegek itt már rég elfelőttek örös óriássá. Tehát ez jelzi azt, csillagfelőzési modellekkel összevetve, hogy a gömbhalmazok azok igenis idősek. És így ránézés, hogy ilyen szép fősorozatunk, ez egy szép fősorozat, nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy milyen egy szép fősorozat, ez egy viszonylag szép fősorozat, ez egy még szebb vörös óriáság, azt sem biztos, hogy tudja mindenki, hogy milyen a szép vörös óriáság, ez egy szép vörös óriáság, ez így mutatja azt, hogy jól leírható a csillagok fejlettség, a fejlődési állapota egy darab korral, egy darab összetétellel, egy darab populációval. Tehát a színfényesség diagramoknak ez a jól definiált struktúrája mutatja azt, amit régebbi könyvek egyöntetően mutatnak, vagy egyöntetően leírnak, hogy a gömbhalmazok egy idejű, tehát egykorú és egy kémiai összetételű csillagok halmazai. Jellemzően 100-150 fényév átmérőjek, van bennük 100 000 kötőjel 1 millió csillag, és cső, vége a történetnek, hát valami öreg vackok. Ugye ez az, ami valójában az elmúlt 10-15 év kutatása alapján nem igaz, és erre szeretném fölhívni tulajdonképpen a mai előadásban is a figyelmet. Ugye a gömbhalmazok általános tulajdonságai. Tehát nagyon idősek. Ugye a színfényesség diagram elemzésével kijön gyakorlatilag mindegyikre, hogy 10 milliárd gév, az nem giga elektron volt, hanem giga év, tehát 1 milliárd év, tehát 10 milliárd évnél jellemzően idősebbek, mert már nincs bennük egy naptömegnél nagyobb tömegű fősorozati csillag. Ugye fogalmazzuk meg asztrofizikusan, hogy ez mit is jelent. Ugye a galaktikus dudorban és halóban találtuk, most jelenleg olyan 151 néhány. Nincs két, tehát a becsült számuk az körülbelül 200 alatt van a tejútrendszerben. Ugye a bizonytalanságot az okozza, hogy a tejútrendszer fősíkjában a porfelhők miatt nem látunk át rendesen. Az infravörös fölmérések találtak is az elmúlt pár évben egy csomó gömbhalmazt a porfelhők mögött, de azért nem lehet azt állítani, tuti biztos, hogy ismerjük az összes gömbhalmazt a tejútrendszerben. Ugye az is egy ilyen általános tulajdonságnak vélt állítás, hogy a halmaztagok kora és kémiai összetétele megegyezik, illetve az is, hogy a dinamikai állapotuk, tehát egy ilyen nagy méhrajként elképzelve a gömbhalmazoknak az egyedi csillagait, ez már réges-rég beállt valami nyugalmi állapotba. 11-12 milliárd év, az bazi hosszú idő. Tehát az én életem, ha nagyságrendileg 10 a 2-en, tehát 100 évig, ha jól csinálom, akkor még egyszer annyit élek, mint eddig. Tehát mondjuk azt, hogy nagyságrendileg 10 a 2-en évig él egy ember. 10 a 10-en, az 10 a 8-on szor 10 a 2-en. Eszméletlenül hosszú idő a 10 milliárd év. Tehát nagyon hosszú idő. El se tudjuk képzelni, hogy mennyire hosszú. Annyi idő alatt, hogyha van egy ilyen, te 1 millió csillagból álló ilyen felhő, amik ott úgy szépen keringenek valamilyen random módon a halmazom, mert ez csak beáll már valami nyugalmi állapotban, az Isten történne velük. Mindegy, ez is egy általános állítás, hogy ezek egy nyugalmi helyzetben vannak, és hogy milyen kiváló asztrofizikai laboratóriumok a csillagfelődési elméletek tesztelésére. És akkor itt most lehántom, vagy hogy is van, kibontom az igazság minden szeletét. Ezeket az általánosnak vélt, mondjuk így, mondhatjuk azt is, hogy paradigma morzsákat, vagy paradigma, mi ez, amit összetörünk ilyen, a poharat összetörjük, szilánk. Tehát ezeket a paradigma szilánkokat az elmúlt 15 év kutatása gyakorlatilag mind
a feledés homályába lökték, vagy legalábbis erőteljesen megkérdőjelezték. Az idős gömbhalmazok témájára ott van a válasz. Vannak fiatal gömbhalmazok, hát nem NGC, meg nem M-számmal bírnak, Whiting 1, meg Segue 3, az egyik a Sagittarius törpeszferoid galaxisban, a másik az a galaktikus halóban, az egyik az a 6,5 milliárd éves, a másik az 3,2 milliárd éves. Ez itt lenne a színfényesség diagram, ami 5-6-8, tehát körülbelül megilleszthető, a legjobb illeszkedés ezt a 6,5 milliárd éves csillagfejlődési modell adja. Ez itt a Whiting 1. Minden tulajdonságát tekintve olyan, mint egy gömbhalmaz, de csak 6 milliárd éves. A Nagy Magellán felhőben is ismerünk gömbhalmazoknak látszó dolgokat, amik ilyen 2-3 milliárd évesek. Tehát igazából az a kép, hogy a gömbhalmazok azok a idős 10 milliárd éves vackok, tehát a címem is az, hogy a tejútrendszer Matuzsálemei, az legalábbis néhány esetben megkérdőjelezhető. Valójában a csillagkeletkezésünk a tejútrendszeren olyan, hogy tényleg a legtöbb az 10 milliárd évvel ezelőtt keletkezve, azért vannak fiatalabbak is. Tehát zajlottak le gömbhalmaz keletkezések kicsit később is. Vannak többszörös populációk gömbhalmazokban. Ez egy régi dolog már. Ugye az Omega Centauri, gyűlölöm ezt a projektort, hogy lelóg az írásomnak a fele, és itt meg egy nagy sötétet látok, mindjárt oda csapok ezzel a ruddal. Ugye az Omega Centauriról, ugye a legnagyobb gömbhalmazunk a tejútrendszerben, szinte ma nevezhetjük egy törpe galaxisnak, régóta ismert az, hogy több populációja van. Ugye 10 évvel ezelőtt a HST-vel, a Hubble űrtávcsal 1 millió csillagra csináltak egy fotometriai fölmérést, 25 magnitudóig, ez itt látszó fényesség, ez itt valamilyen szín, és akkor jól lehet látni, itt a vörös óriás ágnál vannak ilyen árnyképek. Azok a máskorú, elsősorban inkább más kémiai összetételű alpopulációk által kirajzolt vörös óriásságok és elfordulási pontok. Az Omega Centauri esetében egy nagy durranás volt a 90-es évek végén, és ez az a téma, ami az egyik legnagyobb aktivitást kiváltotta, váltja ki jelenleg is az elmúlt egy-két évben is, a gömbhalmazokkal kapcsolatos szakirodalomban. Erre majd vissza fogok még térni. Ja, az, hogy dinamikailag a gömbhalmazok már megnyugodtak. A méhecskék ottan úgy röpködnek, és züm-züm-züm. Ugye ez sem teljesen igaz. Ki lehetett mutatni azt, hogy vannak olyan gömbhalmazok, amelyekben jelenleg is zajlik egyfajta dinamikai bomlás, nevezzük nevén árapály párolgás. Ugye erre a legjobb példa az a Palomar 5 jelű gömbhalmaz, amiről a Sloan digitális égbolt felmérés alapján lehetett azt kimutatni, hogy egy ilyen hosszú, bazi hosszú. Tehát mi a hosszúnak a mértékegysége? Ugye a teljes égbolt az mondjuk onnant odáig 180 fok. Ha azt mondom, hogy 25 fok, az szerintem bazi hosszú. Ugye a McNo üstökös 2007-ben én láttam, itt a szobában szerintem senki nem látta rajtam kívül, annak több mint 50 fokos csóvája volt az égen, ekkora volt. Na most a Palomar 5, ami egy pocsék gömbhalmaz a Serpens csillagkében, nagyon halvány, nagyon vacak, nagyon ócska, de a Sloan digitális égbolt felmérésben, ha elkészítjük a csillagok eloszlását az égen, ez itt egy nagyság rendileg, ez itten 8 fok, ez itten egy olyan kb. 12 fok, akkor ott van mellette az M5, az a kígyó feje mellett van. Tehát ez a kígyó fejének a környékén van ez az egész. Ugye az M5 gömbhalmaz, a Palomar 5-nek a magja, már itt sejteni lehet úgy, hogy valami itt van. Na most, ha ezen az összes Sloan digitális égbolt felmérés katalógusból származó csillagból csak azokat tartjuk meg, amelyeknek a színei és fényességei megegyeznek a Palomar 5 színfényesség diagramjával, diagramján sűrűsödő csillagok eloszlásával, akkor kirajzódik az, hogy összességében egy közelítőleg 20 fok hosszúságú farok van. Egyik irányba is, meg másik irányba, tehát a teljes hosszúsága az olyan 21 néhány fok. Most azt hiszem, az a bazi hosszúnak a mértéke a tejútrendszerben, főleg ha arra gondolunk, hogy a 23 kiloparszekre, tehát 70 ezer fényévre van ez a gömbhalmaz tőlünk, és onnan 20 fok, hát könyörgöm, az bazi nagy. Na most ez például a Sloan digitális égbolt fölmérésig nem volt kimutatható,
hát valami próbálkozások voltak, de kellett hozzá az, hogy egy homogén fotometria és a szín-fényesség diagramból kiszűrni azokat, amelyeknek olyan a színe és a fényessége, mint a Palomar 5, és akkor itt vannak azok a csillagok, amikről az az értelmezés, hogy a tejútrendszer ár-apály ereje szipkázta ki. Tehát a Palomar 5 kering a tejútrendszer körül, időnként közel kül a fősíkhoz, és olyankor így megrázza a csillaghalmazt a tejútrendszernek a gravitációs vonzása, vagy a nagyobb gravitáció, a változó gravitációs vonzása, és a gömbhalmaz peremén levő csillagok pedig így kidobódnak, mint amikor mondjuk egy bolygót, mondjuk a rossz határon bekerülve széttép mondjuk egy kis bolygót, vagy egy üstökös magot. Tehát ez zajlik ma is, ennek a létezését korábban nem nagyon lehetett sejteni. Itt van egy másik térkép, ez egy 2006-os, és majd lesz mindjárt egy még frissebb, ugye ez itt a 10 fok. Tehát ez az egész itten egy olyan 20-valahány fokos farok. Egy kis pocsék gömbhalmaz. Tehát a Palomar 5 az egy nagyon pocsék gömbhalmaz. Tehát egy, szerintem egy 20 centis dobzomba alig látszik. Tehát az M5 az mindent elnyom, de a Palomar 5 eleve Palomar. Tehát ugye a Palomar fotókon fedezték föl, mert halvány. Hát azért halvány, mert csillagainak nagy részét kitépte a tejútrendszer. És akkor még egy topik, még egy téma, ami a gömbhalmazok kapcsán erőteljes vizsgálatok alá került, az az egyedi csillagok. A gömbhalmazon belül az egyedi csillagok finom kémiai változásai, tehát csillagról csillagra, például mondjuk a nikkel vashoz viszonyított aránya, illetve a nátrium vashoz viszonyított aránya, az függ attól, hogy milyen anyagból keletkezett az a csillag. A finom kémiai változás az olyan, mint a süti a cukrászdába, hát finom. Tehát megy az ember, jobbat kérek, kérek valami nagyon finom süteményt, hát itt van ez a cukros mázú, vagy cukros tetejű barna valami, ugye dobostortának is hívhatjuk, de a Tesco-ban nem szabad dobostortának hívni, van valami nagyon bonyolult neve. Ez csak onnantól, hogy most rendeltünk dobostortát, a Dobos Vera rendelt egy dobostortát a Tesco-ból az intézetbe, és valami kávészünetet, és láttam, hogy nem dobostorta a neve, hanem valami, mi ez a... Ez a karamelborítású, csokoládés valami. Igen. Tehát, de nem írhatták oda, hogy dobostorta. Tehát ez egy nagyon finom dolog, ha valaki szereti az édeset. A finom kémiai változások is arról szólnak, hogy az egyik csillag az dobostorta, a másik csillag az zahertorta, a harmadik csillag az mit tudom én, mandulatorta, és ugye mindegyik arról szól, hogy miből jött létre. Ugyanez megcsinálható a csillagokra is, gömbhalmazokon belül. Miért érdekes ez? Ugye azért érdekes, mert az asztrofizikában, a csillagászatban, legyünk egy nagyképűek, a csillagászatban, ugye a kémiai elemeket első közelítésben felosztjuk úgy, hogy van a hidrogén, van a hélium, meg vannak a fémek. Hát ez a egyszeri csillagász ezzel le is áll, hát van minden, ami nehezebb, mint a hélium, azok a fémek. Nos, ha valaki már egy kicsit ért a nukleáris asztrofizikához, akkor tudja azt, hogy az ettől kicsit bonyolultabb a kép, mert a héliumon túl is van élet. Nem csak a Európai Unión túl, hanem a héliumon túl is van élet, ugye lítium, berillium, bór, ezeknél a kozmikus sugarak okozzák a keletkezésüket, a szén, nitrogén, oxigén, kén, neon, az jellemzően kis tömegű csillagokban keletkeznek, amikor vörös óriásokká válnak. Szupernóva robbanásokban, ez a kék, minden ami kék, minden ami nehéz. Ugye uránon túl, ólom, vas, minden, arany, ami a gyűrű kezünkön van, ez mind vagy szupernóvában, vagy összehaladó neutron csillagokban keletkezett. Illetve hát a sárga színűek, azok ugye a nagy tömegű csillagok, nukleáris reakcióiban keletkeznek jellemző módon. Tehát ha képesek vagyunk megállapítani ezeknek a különböző színű elemeknek a gyakoriságát a gömbhalmazon belül, akkor következtethetünk arra, hogy milyen anyagból jöttek létre adott esetben azok a különböző populációk a gömbhalmazon még egyszer belül. És akkor van még egy dolog, amihez egy ilyen kis érdekességet mutatok. Ha megmérjük a csillagok sebességét,
egy gömbhalmazon belül az egyedi sebességeket, akkor egy nagyon karakterisztikus eloszlást kapunk, ha a gömbhalmaz közepétől mért távolság függvényében fölrajzoljuk az egyedi csillagok sebességét. Tehát a 47 tukáni esetében jól lehet látni, egy nagyon szép ilyen háromszög alakú, hát háromszög, más is érted egy eszembe, ha innen nézem, na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy ugye a közepén, a gömbhalmaz közepén nagyon széles tartományba esnek a egyedi, ez minden egyes pont egy csillag a 47 tukánéban, van egy adat az ő rátirányú sebessége, meg van egy másik adat a gömbhalmaz közepétől mért távolság, látszó távolság. És a lényeg, ami lényeg, hogy ahogy haladunk a gömbhalmaz pereme felé, úgy a sebességek egyre jobban betendálnak egy átlagos érték közelébe. Ugye ez mutatja azt, hogy mi történik egy gömbhalmazon belül. A csillagok random módon mozognak, amikor átnézünk a gömbhalmaz közepén, akkor látjuk azokat is, amik felénk közelednek, tőlünk távolodnak, éppen átrepülnek a gömbhalmaz magján, tehát mindenféle sebességgel mozognak a gömbhalmaz nyugalmi rendszeréhez képest. A peremén viszont már csak azokat a csillagokat látjuk, amik éppen fordulnak visszafelé a gömbhalmaz magja irányába. Azok megadják a gömbhalmaz átlagos tömegközéponti sebességét hozzánk képest. Na, ha megnézzük ezt gömbhalmazokra, szépen ki lehet rajzolni ilyen, hát egy ilyen, mondanám azt, hogy hát, na mindegy, nem mondom, hogy mik jutnak eszembe, mert azt hiszik, hogy bolond vagyok. Tehát a lényeg, hogy ilyen nagyon szép ilyen kis ilyen háromszög alakú. Ennek föl lehet venni azt is, hogy a szórás, tehát ez a vastagsága, ez hogyan függ a távolságtól, és ezt hívjuk sebességdisperziós profilnak. Na, csak kinyögtem a lényeget. A lényeg, ami lényeg, hogy az elmúlt 10 évben nagyon nagy erők mozdultak meg abban a témakörben, amit úgy hívunk, hogy módosított newtoni dinamika. Ha azt tételezzük föl, Mordechai Milgram, izraeli elméleti fizikus ennek a témakörnek a vezető kutatója, ezt már 82-ben felvetette ezt a témát, hogy ha nincs, hogy ha kis gyorsulások esetén a newtoni gyorsulás képlet, a gravitációs vonzás képlet, a 1/R4-es gravitációs erő képletet módosítjuk, innen jön a módosított newtoni dinamika, hogy például hozzáteszünk egy valami plusz konstanst a négyzetes kitevőhöz, akkor annál a gyorsulásoknál, amit a elliptikus galaxisokban és a gömbhalmazokban is tapasztalunk, ez 2×10⁸ cm per szekundum négyzet, el lehet tekinteni a sötét anyag föltételezésétől. Tehát sötét anyag helyett módosítsuk a newtoni vonzástörvényt, mondja ezt Mordechai Milgram és népi zenekara. Ugye ehhez egy olyan égites típusra van szükség, aminél egyáltalán lehet ezt vizsgálni. Ugye egy Scarpa nevű Kanári-szigeteki spanyol csillagász 10 évvel ezelőtt vetette fel azt, hogy a gömbhalmazok sebességdisperziós profilja, tehát ez a, ennek a háromszögnek a vastagsága hogyan függ a gömbhalmaz közepétől mért távolságtól, ez pont olyan, mint olyan törpegalaxisoknál a sebességdisperziós profil, amire az a föltételezés, hogy van bennük sok sötét anyag. És akkor megnézzük, hogy mi ez a tipikus gyorsulás, 2×10⁸ cm per szekundum nézet, az iszonyú picike gyorsulás. Szinte mondanám már azt, hogy lassulás. De nem, mert pozitív az értéke, tehát nem negatív, mert akkor lenne lassulás. Tehát eszméletlen picike gyorsulásoknál, ha azt posztuláljuk, hogy ott a newtoni vonzás képlet, a 1/R4-et, mint a 1/R ad 2 plusz alfa, ahol alfa egy pici szám, akkor el lehet tekinteni a teljes sötét anyagos hisztériától. Sok probléma van ezzel a felvetéssel, de egy érdekes dolog, hogy a gömbhalmazok ebben a tekintetben is tesztobjektumokként szolgálnak az utóbbi években. Tehát a 30 perc ténylegesen 33-4 perc volt, tehát ezek azok a nagy kérdések, amik mostanában nyitottak és aktívan kutatottak a gömbhalmazok témakörében. Még egyszer. Mit is mondtam? A többszörös populáció, hát a kor problémát úgy általában, a többszörös populációkat, az ilyen kinematikai vizsgálatokat, tehát a párolog, nem párolog, így párolog, úgy párolog, és hogy adott esetben van-e bennük sötét anyag. Ugye a sötét anyag alatt ért például fekete lyukak, nagy tömegű fekete lyukak, az is sötét anyag, hiszen nem sugároz, de van tömege. Tehát klasszikus sötét anyag objektum, egy nagy tömegű fekete lyuk. Na, itt most akkor átlapozok a bevezetésről a konkrét
alkalmazásra a friss eredmények 2015/17-ből. Büszkén mondom, hogy a bemutatandó témakörök között már van idei publikáció is, tehát teljesen abszolút napra készé próbáltam tenni ezt az előadást. Amit hozzátennék azt, hogy milyen módszerrel válogattam, vagy milyen módszerrel kerestem az érdekesebb dolgokat. Ha az ember arra rákeres egy csillagászati szakirodalmi keresőben, hogy gömbhalmaz, Dunát lehet rekeszteni a szakcikkekkel. Sőt, szerintem Amazonast is lehet rekeszteni. Egyébként elmondom, hogy a napnak a tömegvesztése, az körülbelül pontosan akkora tömegfluxusú, mint az Amazonas vízvívő forgalma, 10-15 naptömeg per év. Tehát, ha valakit érdekelnek ilyen számadatok, akkor a Amazonas által hordozott anyaga szinte pontosan annyi, mint amit a nap évente elveszít a napszéllel. 10-15 naptömeg per év. De most nem tudom, ez miért jutott eszembe, de na mindegy, tehát a lényeg, ami lényeg, teljesen irreleváns megjegyzés, de egy szép számadat. Tehát ugye az állítás az az, hogy ha az ember, igen, azt hiszem, hogy Amazonas eszembe jutott, hogy a Dunát lehet rekeszteni, Amazonas lehet rekeszteni, az Amazonas meg eszembe jutott a napnak a tömegvesztése. Na mindegy. Tehát a lényeg, ami lényeg, hogy tehát a gömbhalmazos cikkekkel Amazonast is, ami azt jelenti, hogy napszelet is lehet rekeszteni. Rengeteg cikk van gömbhalmazokról. Ezért én azt a módszert választottam, hogy 2015-től kezdődően rákerestem azokra a cikkekre, amelyeknek a címében szerepelt, hogy gömbhalmaz. Így kijött valami 400 cikk, úgyhogy jelzem, holnap reggel 6-ig tart az előadásom, 400 tételen fogunk most mindjárt végvenni, nyilván nem. Ezek után sorba rendeztem ezeket a cikkeket az idézettségük szerint. Melyek azok a cikkek, amik az elmúlt 2 évben már mérhető vízhangot kaptak? Mert ez egyfajta indikátora annak, hogy az emberek foglalkoznak azzal a témával. Ez nem azt jelenti, hogy a legjobb cikkeket választottam ki. Sőt, dögunalmasakat is találtam közöttük. Lehet látni, hogy klasszikus szalámi cikk sorozatot is tudok bemutatni, majd a 9. rész is még ugyanarról szól, mint az első, de hát olyan fantasztikus adatsorokon alapul, hogy hát muszáj volt a szerzőknek 9 cikket írni a témából. Nem fogom mind a 9-et bemutatni. Tehát a lényeg, ami lényeg, hogy átnéztem a csillagászati szakirodalmat, és próbáltam keresni olyanokat, amiket úgy érdekesnek ítéltem, és gömbhalmazzal kapcsolatos. És akkor ezáltal talán bele tudunk tekinteni abba a nagy kútba, amit úgy hívunk, hogy a gömbhalmaz kutatás rejtélyalbuma. Hihetetlen képzavar tömeg. Első, nem kell olvasni, ez csak én nekem segítség, az első vizsgát az egyből a Palomar 5-tel foglalkozik. Amerikai, brit, brazil társaság, hát nincs jobb dolguk, ahelyett mennének ki a riói karneválba. Ugye a gömbhalmazok mind érzékeny galaktikus mérlegek, ez a cikk címe. A poster child Palomar 5, tehát a poster gyerek Palomar 5, nem tudom azt, hogy lehet hirtelen legjobban magyarítani. Ugye lényeg, ami lényeg, hogy a Palomar 5-nek ezt a jó kis árapály farkát, farkincáját, ezt elemezték meg. Ugye itt van egy összességében 20-valány fokos szerkezet, és ebbe kerestek csomósodásokat, csillag sűrűsödéseket, ha nagyon tudományosak akarunk lenni, akkor ritkulásokat és sűrűsödéseket. Ugye over density meg under density, ez nagyon fantasztikus szakkifejezések. És azt állítják a figurák, csak visszamegyek az első oldalra, hogy kiszámoltak 10^7, tehát 10 millió modellt, és megkeresték különböző paraméterek mellett, hogy melyek azok a modellek, amik leírják a Palomar 5-nek az árapály farkincáját. Hát 23 fok az elég hosszú farkinca, de mindegy. Tehát a lényeg, ami lényeg, hogy bedobáltak tejútrendszer modellt, abban benne van az, hogy a nap hol van a tejútrendszerből, mekkora a tejútrendszer, milyen tömege van a tejútrendszernek, milyen tömege van a tejútrendszer sötét anyaghalójának, az ég adta világon mindenféle paraméter, összesen kb. 10 paraméter, kiszámoltak 10 millió modellt, és akkor melyik az, ami tényleg leírja a Palomar 5-nél megfigyelhető csillag sűrűséget. Ez egy bonyolult, tehát itt ez egy látszik, hogy illusztrálja azt, hogy ez egy modellezésen alapuló, hát egy ilyen mondhatjuk azt, hogy numerikus asztrofizikai kutatás. Ha van egy valamilyen rendszerünk, arra kiszámolunk, tényleg föltérképezzük a teljes fázisteret mindenféle paraméterértékekre, amelyek a legjobban illeszkedik, akkor azt mondjuk, hogy a valóság az olyan paraméterű, mint a modell. Ez nem biztos, hogy így van, de ez a módszer. Na lényeg, ami lényeg, hogy ezek a figurák, ez 2015 áprilisában jelent meg,
diákjaimnak szoktam mondani, hogy egyes, ha táblázatot vetítünk, főleg azt, hogy le van takarva pont az, amit mond, akit akarnék mutatni. Tehát, hogy benne van a paraméterek közt, hogy a halótömeg, a halónak a lapultsága, a Palomar 5-nek a tömege, a tömegvesztési rátája. Benne van még az is, hogy a nap milyen messze van a galaxis magtól. 8,3 kiloparszeg. Tehát tökéletesen, és ők állítják azt, hogy ezek ilyen realisztikus plusz-minuszok, tehát például 8,3 plusz-minusz 0,3 minusz plusz 0,3 minusz plusz 0,4, plusz-minusz 0,4 kiloparszek a nap távolsága a tejútrendszer magjától. Tehát amit ez az egész illusztrál, például itt van egy ilyen, pont ezt mutatja, hogy milyen messze van ez az R-nap. A napunk távolsága a tejútrendszer magjától, különböző cikkek az elmúlt évekből, és ez a vizsgálat is kihozza ezt a 8,3 plusz-minusz 0,4-es értéket. Tehát abból, hogy azt a gömbhalmazt megpróbálja modellezni, képes rekonstruálni az egész környezetet. A tejútrendszert, a tejútrendszert jellemző paramétereket, még azt is, hogy a sötét anyag halunk lapultsága az 0,95, tehát gyakorlatilag gömbszerű, tehát szférikus a sötét anyag haló. Érdekességképp a piros érték az az IAU, tehát Nemzetközi Csillagászati Unió által javasolt tejútrendszer skála, hogy 8,5 kiloparszekra lennénk a tejútrendszer magjától. Tehát a friss cikkek mind azt sugallják, hogy ez inkább 8,3. Tehát az IAU-nak a jó édes anutáját. A Palomar 5-tel mások is foglalkoztak. Egy frissebb vizsgálat, ez tavaly márciusban jelent meg. Hát egykori kollégám, meg társszerzőim, ugye Rodrigo Ibata Strasbourgból, Geraint Lewis Sydneyből, meg ez a Martin, hát Max Planck Institut, meg hát Strasbourg egyaránt, akik szintén a Palomar 5-öt vizsgálták, de ők nem a Sloan adatokat masszírozták, hogy keressenek benne dolgokat, hanem vettek egy távcsövet, sőt kettőt, egyből kettőt, a CFHT-t, a 3,6 méteres Kanada-Francia Hawaii teleszkópot Hawaii-szigeteken, meg Kanadában, meg Franciaországban, illetve a 4 méteres Blanco teleszkópot Chilében, és ezzel letapogatták ezt, és mélyebb adatokat vettek föl. Ugye a Sloan adatai, azok véget érnek a 20-21 magnitudon, hát 21-22 magnitudonál. Ők lementek 23,5-ig. Tehát a másfél magnit hozzátettek, és amit megmutatnak az az, ilyen nagyon csicsa ábrákon keresztül, hogy ennek a faroknak a hossza vélhetően nagyobb még a letapogatott területnél is, illetve ők nem találnak benne semmilyen sűrűsödéseket és ritkulásokat, tehát kapásból az előző cikknek az egyik fő föltevését, hogy modellezték a sűrűsödést és ritkulást, azt kizárják. Ez a tudomány szépsége, azt mondunk, amit akarunk, valójában majd jön a következő cikk, és azt megcáfolja. Aztán mi visszacáfoljuk, aztán ők megint kontra, rekontra, szubkontra, nem tudom, miket szoktak még a kártyába bedobni, de lényegében ez így működik a tudomány is. Mindenesetre a Palomar 5-öt vizsgálják azóta is, és hát hogy állítják azt, hogy egy 24 G-magnit, tehát a zöld magnitudó 24-es értékig lemegy, tehát ezek nagyon halvány csillagokig le vannak fedve a Palomar 5-nek az árapály farka. Most jön a legunalmasabb szekció, mindenki nyugodtan becsukhatja a szemét, nem zavar, egyáltalán elalszatok. Egy olasz banda, Piotto, Milone, ezek a fő vezére, Marino, ezek úgy egymást, mint ahogy kártyázgatnak. Hol az egyik az első szerző, hol a másik. Tehát van egy nagy olasz társaság, Ortolani, néha ő az első, néha a Hidalgo, néha a Ferraro, néha a Renzini, néha a Solaris. Ezek ilyen emberek, akik így dolgoznak együtt. De ténykérdés, hogy a gömbhalmazok csillag összetételében ezek a nevek ma a szakmában, és ezt az is illusztrálja, hogy rettenetes mennyiségű távcsőidőt nyertek a Hubble űrtávcsőben. Ugye körünkben ül Tóth Imre, aki a Hubble űrtávcsőnek rendszeres használója volt az elmúlt években, ő is be tudna nyugodtan arról számolni, hogy a Hubble űrtávcsőre távcsőidőt szerezni nagyon nehéz. Ugye a jellemző túljelentkezés az olyan 20-szoros. Tehát minden egyes óra Hubble időre 20 órányi igény érkezik. És a távcsőidőosztó bizottságnak azt a 20-at, azt az 5%-ot kell kiválasztani, aminek megítéli a távcsőidőt. Na ennek az olasz, ausztrál, spanyol, USA, pitte, chilei bandának istentelen mennyiségű távcsőidőt megítéltek, gyakorlatilag majdnem 100 gömbhalmaz vizsgálatára, egy különleges vizsgálatra a Hubble űrtávcső ultraibolya szűrőivel.
Mert hogy kiderült, hogy a Földről az a kép, amit kialakítottunk, a B-V színindex, talán emlékeztek még rá, M55, milyen szép vörös óriásága van, mondtam. Milyen szép fősorozata van, mondtam azt is, hogy aki nem tudja, hogy ez szép, az most lássa, hogy ez milyen szép. Mindjárt mutatok nem szépeket. Tehát nagyon jól lehetett azt a képet megalkotni, hogy a földi észlelésekkel a gömbhalmazok csillagai jól definiált ágakat rajzolnak ki a szín és a fényesség síkon. Na, itt köp be a levesbe a HST, a Hubble űrtávcső, egy ultra ibolya tartományban a 275 nanométer, 336 nanométer, meg 438, ugye ez itt ilyen, ez meg ilyen, hát ilyen, tehát UV, tehát ultraibolya kék, meg a WFC 3 ultraibolya vizuális szűrői. Ez az a három szűrő, tehát ez a 300-400 nanométeres hullámhosszú, szóval áteresztő szűrők, amelyek érzékenyek a kis tömegű csillagok által gyártott elemek gyakoriságára, elsősorban szén, nitrogén és oxigén gyakoriságára. Itt fönn lehet látni csillagoknak a modell színképét, itt van 250 nanométer, itt van 450 nanométer, ez itt a nagyon kéktől az ultraibolya tartományig. Itt fönn egy színkép, egy spektrum, tehát a fluxus a hullámos függvényében, és itt lehet látni azt, hogy a nitrogén hidrid, nem tudom, cián, CN, szén-nitrogén, szén, és tehát OH gyökni a hidroxilt az ember szépen tudja mondani. Tehát ugye CN és O-nak vannak nagyon erős sávjai. Tehát ha ezeket változtatjuk a csillagokban, a CNO elemek gyakoriságát, akkor ezekben a szűrőkben, itt lehet látni ennek a három Hubble űrtávcső szűrő áteresztési görbét, az ezekben mért fényesség az érzékeny lesz ezen elemeknek a gyakoriságára. És hoppá, na hát, amikor ezekkel a szűrőkkel kezdték el vizsgálni a gömbhalmazokat, akkor fantasztikus részletek derültek ki. Azonnal kiköpődött az, hogy ami például a B-V Johnson-féle B és V szűrőn keresztül, vagy a VR, V-in keresztül egy darab fősorozatnak, meg egy darab vörös óriás ágnak látszott, az szétbomlik az ultraibolya színek szerint. Tehát gyakorlatilag a gömbhalmazokban a többszörös populáció az nem a kivétel, mint amit gondoltuk az Omega Centauri esetén 1996-ban, amikor éppen lediplomáltam a Szegedi Tudományegyetemen, hanem a szabály. Talán jó volt a mondat, alanyállítmány is. Tárgy esetében. Tehát a gömbhalmazokban többszörösek a populációk, de ezeket az ultraibolya tartományban látjuk. Azért nem fedeztük föl korábban ezt, mert a Földről ezek az ultraibolya sávok nem látszanak a földi légkör elnyelése miatt. Ki kellett menni az űrbe, kellett egy nagyon potens olasz banda, hogy megnyerje a távcsőidőt a Hubble űrtávcsőre, és fölmérje a millió-millió csillagokat az egyedi gömbhalmazokban. És akkor jól lehet látni azt, a cikk sorozatuk első részében már bemutatják azt, hogy gyakorlatilag bármelyik gömbhalmazt nézzük, a fősorozat, a szubóriásság, a vörös óriás ág, az többszörös. Tehát ténylegesen szétválnak a különböző populációk. Nem egykorúak, és vagy nem egy kémiai összetételű csillagokból állnak a gömbhalmazok. Tehát az leegyszerűsítő kép, hogy a gömbhalmazok, azok egyidejű, egy kémiai összetételű csillagokból állnak, az nemes egyszerűsége nem igaz. Még tudnék órákat, tehát holnap reggel 6-ig tudnék mutogatni, de hát te tényleg bármelyik gömbhalmazt nézzük meg, ott ilyen széthasadások vannak, amik az optikai tartományon fölvett színindex, színfényesség dinamogramokon nem látszanak. Az első részben volt az, hogy akkor fölvetették, van itt egy program, ugye hófehérke és a hét törpe populáció, az M2 gömbhalmaz. Aquariusban, ha emlékszünk, a béta akváriumtű 2 fokkal délre vagy északra, ott valahogy ott főfelé vagy lefelé, már nem is emlékszem, hogy kell megkeresni, de könnyű megtalálni. Abban nem is egy, nem is kettő, nem 7 populációt lehetett a Hubble űrtávcsős adatokból kimutatni. Tehát Hubble űrtávcső, akármi, kémiai, és akkor gyakorlatilag, ha mindegy, van lehet azt mondani, hogy mindegyik gömbhalmazban sok van, hát ők elkezdték írogatni a cikkeket. Ugye a hófehérke és a hét törpe, M2 és a hét populáció. Itt még csak így néz ki az M2-nek a színfényesség diagramja, de a cikkünknek a más ábráin szépen megmutatják, hogy ténylegesen,
hét különböző színű és fényességű banda rajzolja ki ezt a bonyolult színfényesség diagramot. Aztán írtak egy másik cikket, ami az NGC 2808-ról szól, hát abban csak ötszörös csillagpopulációt mutattak ki. Tehát vették a, volt egy bazisok adatuk, és akkor elkezdték írogatni a cikkeket. A idei, a legfrissebb, az már 9. része a cikksorozatnak. Ugye a harmadik, ez a NGC 2808-ról azért érdemes külön is megmutatni, mert az NGC 2808 az, aminél a legtisztábban látszik. 1, 2, 3, 4, 5. Tehát itt 5, legalább 5 különálló, és szépen diszkutálják, hogy a hélium így, a hélium úgy, hogy így volt egy. Nem igazán van magyarázat ezekre, most még egyre ott tartunk, 2017-ben is még csak, hogy fantasztikus mérési adataink vannak, de igazán jó modellek még nincsenek arra, hogy mik okozza. Pontosan hogy alakulhattak ki ezek a fantasztikus összetétel változások. Ugye az, hogy ilyen, ilyen diszkrét, elkülönült ágak vannak, ez azt sugallja, ennyit azért ők is leírnak ilyen spekulatíven, hogy a csillag keletkezés a gömbhalmazon belül több hullámban zajlott. Keletkeztek? Nem keletkeztek? Megint keletkezett? Megint keletkezett? Tehát mint a köhögő autó, amikor nem akar elindulni, és így beröffen időnként a gépezet, letermel egy csomó csillagot, a gömbhalmaz aztán megint beröffen a gépezet, megint beröffen, de hogy mi hajtotta ezt a csillagkeletkezéseket, a különböző csillagkeletkezési hullámokat, ez teljes misztérium. Itt van a 9. rész, akkor már nem aprózták el, ez tavaly jelent meg a Multinoticis-ben, a UV Legacy Survey of Galactic Globular Clusters, 9. rész, a többszörös csillagpopulációk atlasza. Itt már 57 gömbhalmazra mutogatják, és gyakorlatilag mindegyiknél ott vannak ezek az elkönült ágak. Fantasztikus adatsoraik vannak, ezeket gyakorlatilag publikálták is már. Én nem is fogok itt, ez csak szöveg, teljesen lényegtelen, ábrát már nem is tettem bele, csak jelzem, hogy ez a többszörös populációság, visszatérek a címoldalra, ez a többszörös populációság, ez most az egyik legszexibb téma a gömbhalmazok kapcsán. Tehát ezek a figurák, amikor hazamennek, akkor jellemzően gömbhalmazokat nézegetnek, ahelyett, hogy Playboyt nézegetnének. Na, mindegy. Tehát ez most egy nagyon aktívan művelt terület. Időközben a csillagászati műszer technikusok sem lazsáltak. Itt lenne néhány szlájdom, amit már egy csomószor bemutattam a Polarisban, de nem tettem be őket még egyszer. A kulcs szó, amit ilyenkor el kell mondani, az a multiobjektum spektroszkópia. Ugye ez egy nagyon fantasztikusan hangzó kifejezés, sok szótagból áll, valahol be kell rakni egy kötőjelet is, de ne vitassuk meg azt, hogy pontosan hova. Ugye, ami arról szól, hogy ha van egy bazinagy távcsövünk, és kellen ügyesen képesek vagyunk a fényt manipulálni, akkor adott esetben minden egyes csillagról fölvehetünk egyedi spektrumokat, akár egyszerre több száz kötőjel ezer csillagról is. Ugye erre olyan spéci műszerek szükségesek, amelyekről már beszéltem különböző alkalommal, akkor most nem ismétlem meg. Az egyik ilyen nagy gömbhalmaz multiobjektum spektroszkópiás fölmérés, az úgy hívják, hogy hát nem csak a gömbhalmaz, általában a tejútrendszer multiobjektum spektroszkópiás fölmérés, az Apogee fölmérés. Az Apache Point Observatory Galactic Evolution Experiment. A Apogee fölmérés, ez a Sloan digitális égbolt felmérés új-mexikói 2,5 méteres távcsövét használja. Na a lényeg, ami lényeg, nagy nehezen végre kinyögöm, vegyük észre az első nevet! Szabolcs Mészáros. Na végre kinyögöm a lényeget. Ennek az Apogee Survey-nek a gömbhalmaz érintett embere, egyik gömbhalmaz érintett embere, Mészáros Szabolcs, aki Szegeden végzett csillagász, aztán volt a Kanári-szigeteken jó pár évig, aztán volt az USA-ban másfél-két évig, illetve egy olyan két és fél évvel ezelőtt hazatért Magyarországra, és most a szombathelyi Gotthard Asztrofizikai Obszervatórium munkatársa, és valójában ezt az előadást neki kéne tartania, mert hogy hazánk gömbhalmaz királya az egyértelműen Mészáros Szabolcs. Én maximum az hazánk gömbhalmaz, hát még hercegének sem merném nevezni magamat, inkább csak azt mondani, hogy gömbhalmaz bárócskája, vagy gömbhalmaz postamestere vagyok. Ő egyértelműen hazánk gömbhalmaz királya, tehát ezt az előadást neki kéne tartani. A lényeg, ami lényeg, hogy ő abban a témában utazik,
hogy a többszörös populációkat vizsgáljuk, de nem színfényesség diagram, mert az annyira unalmas, mint az állat, bocsánat, hanem még unalmasabb vonal, pontos pont diagramok helyett vonaldiagramokat nézeget, színképeket elemezget. Egyedi színképvonalakat illeszget, és ebből kihoz 9-10-13 kémiai elemnek a gyakoriságát. És aztán szépen megmutatja azt, mondjuk az M13-ban ténylegesen van két populáció, ami elkülönül ilyen spéci, finom kémiai összetétel különbség alapján. Különböző pályázataiban is berakja mindig ezeket a hülye ábrákat, és én mindig mondom neki, ezek annyira unalmas ábrák, hogy hihetetlen, de mégis ezek illusztrálják legszebben, tehát alumínium per vas a magnézium per vas arányába. Hát ne kérdezze senki most például, ez hogy is kell ezt elképzelni, tehát kicsit több az alumínium, de kevesebb a magnézium, itt több a magnézium, meg itt, na mindegy, szóval valami magnézium meg alumínium a vashoz képest. Picit mások az összetételek, és nagyon szépen lehet látni M15, M92, M53, NGC54, 66, itt az M13, tehát nagyon szépen 53 és 13, tehát nagyon szépen elkülönülő populációk mutathatók ki. Nem csak a színfényesség diagramon, hanem ténylegesen konkrét kémiai elemek egyedi összetétel vizsgálatával. Ő most erre elnyert tavaly egy Magyar Tudományos Akadémia prémium posztdoktori pályázatát, meg egy NKFIH kutatói témapályázatát is, hogy két pályázattal is folytatja ezeket a kutatásait, és biztos vagyok benne, hogy el fog ő még jönni a polaris csillagvizsgálóba, és elmondja pontosan, hogy hogy is kell ezeket elképzelni. Az olasz banda, egy-két neve újra előköszön, Calamida, Strampelli, Giuseppe Bono, hát meg a Ferraro leginkább az, aki a másik olasz bandában is benne van. Az Omega Centaurit vizsgálták, ez most jelent meg múlt héten, tehát azért mondom, idei eredmények is vannak. Nem fogok a cikkből egyetlen egy ábrát sem mutatni, mert annyira nyomasztóak. Tehát én megpróbáltam, végignéztem az egészet, tök érdekes vizsgálat, de annyira ronda ábrákat tettek volna, hogy nem voltam hajlandó elővenni. Az Omega Centaurit vizsgálták 2x2 fokos látómezőben, és 1,7 millió halmaztagot kifotometráltak, és megvizsgálták azt, jaj, mindjárt szét, annyira izgulok, hogy mindjárt széttöröm a mutató pálcát. Tegnap valahol olvastam valahogy, hogy az élethez az kell, hogy lelkesedjél. Valami, nem tudom, ilyen Facebook ilyen Coelho idézet. Na mindegy. Szerintem én most lelkesedek. Tehát 1,7 millió csillagot megvizsgáltak, és hogy a színfényesség diagramokból kihozott kémiai összetétel különbségekből megnézték a térbeli eloszlást. Különböző populációk térbeli eloszlását. És az, ami érdekes, ezt most olvastam az előbb, és jé, tényleg milyen érdekes. Azt találták, ami különösképpen izgi, hogy a fém gazdagabb, tehát elvileg fiatalabb populáció az Omega Centauriban nagyobb felhőt alkot, mint a fémszegény. Tehát a külső tartományokban vannak a fémgazdagok, és belül vannak a fémszegények. Ez azért fura, mert az embernek a heurisztikus asztrofizika, a heurisztikus asztrofizika módszereivel arra gondol az ember, hogy vélhetően a fémgazdag, ami később keletkezett, az valahol középen lesz, mert az keletkezett később. De nem, a fémgazdag az valahogy kiterjedt a peremére. Tehát volt valamikor egy populáció, fémszegény idős csillagok, aztán jött egy kis második csillagkeletkezési hullám, és a második csillagkeletkezési hullám csillagok sokkal jobban szétszórultak a gömbhalmazó kifelé, mint a fémszegények. Ez mindenféle heurisztikus asztrofizikának szembe megy. Ami mutatja azt, hogy heurisztikus asztrofizika annyit ér, mint mondjuk ausztrál tűzviharban egy sterimár ormosó. Ilyen valami. Tehát amivel ilyen babáknak lehet ilyen sós vizet bespritzelt, taknyos babának az orrába bespritzelt sós víz, az a sterimár egyik gyártmány. Na, egy ausztrál tűzviharban én spritzelhetem öblítő lét, az nem fogja eloltani az erdőtüzet. Na, lényeg, aminek tehát a heurisztikus asztrofizikának ne higgyünk, még ha azt is gondoljuk. Beraktam a ronda ábrák helyett egy szép Omega Centauri fotót, tehát jó, nézzük meg, ez egy apport kép volt 4 évvel ezelőtt, a legszebb gömbhalmaz. Először 97-ben Los Alamosból láttam egyébként, ennek teljesen semmi köze nincs az előadáshoz, de most eszembe jutott.
mikor egy csillagpulzációs konferencián voltam, és elvittem magam a 26-as binoklit, és tudtam, hogy az Omega Centauri 3 fokkal a horizont fölé följön, és a hotelből kimenve a horizont fölött 3 fokkal tényleg sikerült a delelés pillanatában elkapnom az Omega Centaurit Új-Mexikó viszonylag tisztának tekinthető ege alól. Aztán láttam a fejem fölött a, hát nem a zenitben, mert hát lényegében a zenitben is láttam. Tehát elég jó a Omega Centauri, hogyha fölülről nézzük, vagy halulról nézzük, de hát egyébként azt hiszem, hogy 90-es években Szicíliáról is látták. Én tudom, hogy 98-ban Sierra Nevada, Spanyolországból is. Tehát Dél-Európa része, Dél-Európából az Omega Centauri megnézhető. Na mindegy, ez most teljesen lényegtelen dolog. Tehát erre, ha ránézünk, semmit nem sejtünk abból, hogy itt több csillagpopuláció van, semmit nem sejtünk abból, hogy a fémgazdag populáció sokkal jobban kiterjedt, mint a fémszegény populáció, de ha az embernek vannak Hubble-távcsöves adatai, meg 4 méteres távcsöves fölmérés adatai, meg vannak olasz haverjai, akkor ilyen vizsgálatokat végezhet, ilyen fantasztikusan csodálatos égitestekről is. Mindjárt vége van, nincs nem kell nagyon aggódni, a ülőgumók kockásítását hamarosan felválthatja az ülőgumók gömbölyűsítése. Tehát a múlt hét Nature cikkei közül a legkiábrándítóbbat szeretném bemutatni. Egy közepes tömegű fekete lyuk kimutatása a 47 tukáné magjában. Ugye a 47 tukánéval én is foglalkoztam elég sokat, azt is láttam pár fok magasról is, meg a fejem fölött is. Nem, pár fok magasról nem láttam a 47 tukáné, ez tökre délen van, hát ugye ott van a SMC mellett. Tehát mínusz 70 fok az elég hideg. Tehát mínusz 70 fokos deklináció. Na, a lényeg, ami lényeg, tehát a 47 tukáni az az Omega Centaurinak a méltó párja, szintén az egyik legnagyobb gömbhalmaz a tejút rendszerben. Abraham Loeb és népi zenekara, ennek a vizsgálatnak a hátsó szerző, az Abraham Loeb a szellemi atya. A Kiziltán az ő török származású PhD hallgatója, a Holger Baumgart meg egy német haver, akivel valamiket számolgattak. Amit megnéztek ezek a szerzők, azok a 47 tukánében található pulzárok. Ugye említettem azt, hogy a gömbhalmazokban csillagfejlődési végállapotok vannak. A csillagfejlődési végállapotok egyike a pulzár, ugye a gyorsan forgó neutron csillag. A gyorsan forgó neutron csillag, ha egy gömbhalmazban van, akkor gyorsuló mozgást végez. Pusztán csak azért, mert a gömbhalmaznak a gravitációs terében ő valamilyen módon kering a tömegközéppont körül. A pulzár jelek időbeli változásainak figyelésével megmérhető a pulzárok gyorsulása a gömbhalmaz gravitációs tere által. Hogy? Ez igen, ez szerintem egy fantasztikus dolog, ha belegondolunk. Tehát van egy ilyen kis gyorsan, egy ilyen Budapest méretű atommag, ugye 10 km átmérő, van benne 1,4 naptömeg, pörög, mint az atom, hát mert végül is az. És akkor, hogyha rádió távcsövekkel figyeljük 30 éven keresztül, hogy hogyan változik az általa kibocsátott jel, abból ki lehet következtetni azt, hogy milyen gyorsulással mozog a gömbhalmaz gravitációs terében. GGT. Miért mi a második? Gömbhalmaz gravitációs terében. GGT. Na lényeg, ami lényeg, hogy ezek a figurák megvizsgáltak vagy 50 pulzárt, lehet, hogy 80-at is, tehát néhány tíz pulzárt ebben a fantasztikus gömbhalmazban, nézzünk rá, 47 tukán, és szerintem gyönyörű. Ugye 20 évig ez volt az MCS sörétes puska lövése melkason. Ugye a MCS szimbólum, amit a pólóra rátél, olyan, mintha sörétes puskával melbelőnének. Ugye a 47 tukáninek megvizsgálták ezeket a neutron csillagait, és akkor ők is azt csinálták, hogy kiszámoltak vagy 1 millió modellt, úgy, hogy változtatták azt, hogy van a modellbe berakva egy közepes tömegű fekete lyuk, a közepes tömegű fekete lyuk tömege, az a teljes gömbhalmaz tömegének 0,5%-a, meg a teljes gömbhalmaz tömegnek az 1%-a, és akkor megnézik azt, hogy a neutron csillagok száma hogyan függ a gömbhalmaz közepétől mért távolság függvényében, és azt mutatják meg, hogy a különböző tömegű fekete lyukak esetén kikerülnek a neutron csillagok a gömbhalmaz
középpontjából. Mert egyszerűen ott a föl, ha van egy fekete, ha berakunk középre egy fekete lyukat, akkor az gyakorlatilag ilyen termodinamikai hasonlattal fölforrósítja az ottani csillagmozgást. Ugye, jönnek a csillagok és akár kirepülnek. Tehát nagyobb sebességgel kezdenek el mozogni a csillagok, mintha nincs ott egy fekete lyuk. Tehát jobban kitágul bent, mint hogyha mintha egy ideális gáz lenne a gömbhalmazmagja, berakunk egy fekete lyukat, mintha elkezdenénk fűteni. Tehát így kitágul. Fantasztikus. Na mindegy, tehát lényeg, hogy kiszámolják azt, hogy mi kell ahhoz, hogy milyen hatása van akkor a pulzárok térbeli gyakoriságára, amely térbeli gyakoriságtól pedig függ az, hogy milyen gyorsulással mozognak a, tehát vagy hol vannak a gömbhalmazon belül ténylegesen a pulzárok a maghoz képest, akkor kijönnek valami görbék, és aztán beraktam a még kiábrándító ábrát, itt igen, és kihozzák azt, hogyha kiszámolnak ilyen entes szimulációból valami 1 milliót, vagy 10 milliót, sokat, azt hiszem 17-en. Akkor kijön az, hogy a pulzárok térbeli gyakoriságát eláruló gyorsulás, eloszlás igényli, hogy legyen benne egy 2200 naptömegű fekete lyuk középen. Egyébként nem jön ki az a statisztikus eloszlás a pulzárok gyorsulására, amit ők mérnek. Azért a plusz-minusz az 2200 plusz 1500 minusz 800. Tehát mondhatjuk azt is, hogy valahol 1000 és 3000, vagy 1000 és 4000 között. Na most, ha valami nekem azt mondja valaki, hogy 1000 és 4000 között van, akkor azt mondja, hogy 0 és 5000 között van, és akkor bizonyítsa be, hogy én nem hogy én tévedek. Hát igen. Szerintem egy túlzás. Tehát nem tudom, én nem lelkesedek ezért a cikkért, de volt sajtója a múlt héten, és úgy gondoltam, egy kicsit mutassuk be, és akkor itt ilyeneket raknak, hogy a valószínűsége, és akkor ilyen Móriczka, alacsony, nagy valószínűség. Nem számszerű, alacsony vagy nagy. És akkor az, hogy a gömbhalmaznak az össztömege, meg a fekete lyuknak a tömege, az mekkora, és akkor kijön az, hogy egy ilyen kék, ilyen nudli, az a paraméter kombináció tartomány, ami nagy valószínűségű, és ez nem nullához megy be a fekete lyuk tömegére, hanem olyan nagyjából 2200 körül szór. Ha akarom, hiszem, ha akarok, nem hiszem, a Nature bírálói minden esetre elhitték, legalább egyikük. Nem tudom, biztos érdekes, tehát tényleg izgi, tehát lehet. Végül is megjelent, tehát publikálták. Lehet rajta vitatkozni, de minden esetre visszatérnék ehhez, tehát elképzelhető, hogy ennek a dögnek a közepén van egy 2000 naptömegű fekete lyuk. Szerintem érdekes elképzelni ezt, hogy igaz-e, tehát vagy science fiction, igazából ez az igazi science fiction. Na és még akkor néhány dolog, ez most már tényleg a vége felé van. Gömbhalmazokról beszélve nem szabad elfelejtkezni arról, hogy a gömbhalmazokban vannak változó csillagok. A gömbhalmazok változó csillagai közül a legnépesebbek, az úgynevezett RR-Lyrae típusba esők, amelyeknek látom már mindjárt elhasztanak, mert annyira unalmas, tudom én is, de ezt elkezd kötelező körök. Az RR-Lyrae csillagok azok, amelyek félnapos periódussal jellemzően, félnapos periódussal, tehát 12 órás periódussal, tehát kitágul, összehúzódik, kitágul, összehúzódik, és bazin nagy az amplitúdójuk, tehát több mint egy magnitúdós is lehet egy RR-Lyrae-nek a fényváltozási amplitúdója. Az M3, az egy tök szép gömbhalmaz, ugye ott van a Alpha Carnum Venaticorum, meg a Arcturus között pont félúton, 20-60-asan nagyon könnyű megtalálni az égen. Ugye az M3-ban van egy Rahedli RR-Lyrae. 2012-ben, lassan már 5 évvel ezelőtt, a Piszkésztető és Mittávcsővel volt egy nagy program. Gyakorlatilag, nem is tudom, januártól júniusig, vagy nem tudom, tehát ameddig látszott az M3, mindenki, aki élt és mozgott, legalább egy fél éjszakát rámért az M3-ra, Jurcsik Johanna és Népi Zenekara. Szerintem itt mindenféle érdekes nevű emberek, hát főleg magyarokat látunk. Megvizsgálták egy 200 napos, ott van 200 nap hosszú idősor mérés. Volt 2 évvel ezelőtt egy első felhangú RR-Lyrae-k és több módus RR-Lyrae-k vizsgálata az M3-ban. Egy nagyon szép Astrophysical Journal Supplement cikk. Hát ilyen fénygörbéket mértek ki a kollégáink az intézetben, ugye ezek, ahol nem történik semmit, meg ahol szépen modulálódnak a fénygörbe alakja, tehát hol nagyobb amplitudóval pulzál, hol kevésbé, ugye ezt hívják Blaskó effektusnak.
És hát ez a vizsgálat, ez most múlt héten kiköpött egy, sőt, 13. az nem a múlt héten volt, az két nap, az nem, ez tegnap volt egész mond. Hát annyira hosszak manapság mostanában a napok, hogy néha egy hétig tűnik, néha egy hétig tartó időnek tűnik egy nap is. Ma 8 embert interjúztattam, úgyhogy ma 2 hétig éltem. Tehát igen, nem a múlt héten, még nem is napokkal, ez konkrétan tegnap megjelent kézirat. Jurcsik Johanna és Népi zenekara kiosztak egy újabb vizsgálatot, ahol már nem csak fénygörbéket elemezgetnek az M3 RR Lyrae csillagairól, hanem párhuzamosan a piszkéstetű mérésekkel a 6,5 méteres Multiple Mirror Telescope-pal Arizonából, illetve még egy távcsővel, még egy valahonnan mértek radiális sebességeket is. Tehát nem csak fénygörbéket elemezgettek, hanem fölvették a színkép vonalak periódikus eltolódásai által kimérhető radiális sebesség görbéket is, amelyek hát jól ismerten a fénygörbének a tükörképei. Ahol a fénygörbe megy fölfelé, ott a radiális sebesség görbe megy lefelé, ahol a fénygörbe megy lefelé, ott a radiális sebesség görbe megy fölfelé, vagy fordítva. Már nem tudom, melyiket mondtam kétszer. Na lényeg, ami lényeg, hogy ha van fénygörbe, meg van színgörbe, meg van radiális sebességgörbe, abból egy Bade-Westlink analízisnek nevezett módszerrel meghatározható csillagoknak a abszolút mérete, abszolút fényessége, hőmérséklete, és ebből a halmaznak a távolsága, meg mindenféle egyéb érdekes információ. Ezek most jelentek meg, úgyhogy ezt csak azért mutatom meg, nem azért, mert agyon idézetszik, mert hát, mint megtudtuk, tegnap jelent meg, nem 2 héttel ezelőtt. Ez remélhetőleg majd szintén nagy idézettségű vizsgálat lesz. Utolsó téma. Ugye ígértem a beharangozóban extragalaktikus vizsgálatokat is. Ez már 2 éves cikk, új generációs Virgo halmaz fölmérés, annak a 6. része. Hát ezek ilyen hosszú sorozatok, nem csak a Dallasnak van, meg a Somszédoknak, hanem a ilyen vizsgálatoknak is sok részes, nem tudok már beszélni, mert tényleg ma 8 emberrel csináltam interjút, és nagyon sokat beszéltem ma. Na lényeg, ami lényeg, hogy itt megvizsgálták azt, hogy az M87, a nagy Virgo halmaz, nagy óriás elliptikus galaxis, centrális domináns óriás elliptikus galaxisának a több száz gömbhalmaza hogyan viszonyul a szintén ezen galaxis körül keringő úgynevezett ultrakompakt törpe galaxisokhoz. Ez egy 15 éves felfedezés. Vannak olyanok, amik úgy néznek ki, mint egy gömbhalmazok, de nagyobbak, olyanok, mint hogyha galaxisok lennének, vagy hát olyanok, mintha valahol a galaxisok és a gömbhalmazok közötti égitest jószágok lennének. Na lényeg, ami lényeg, hogy az ultrakompakt törpék, ezek ugye jellemzően 10 parszek nagyságrendi méretűek, megvizsgáltak azt, hogy 911 gömbhalmazt, meg 97 ultrakompakt törpét, ezt mind az M87 körül. Itt lehet látni, hogy a gömbhalmazok azok ilyen pöttyök. Teljesen lényegtelen, hogy miről szól a cikk. Kihozzák azt, hogy az ultrakompakt törpegalaxisok azok nem a gömbhalmazoknak a folytatásai, hanem az egy tényleg egy önálló jószág. Az ultrakompakt törpe az egy tényleg egy ultrakompakt törpe, és ez nem csak egy különleges gömbhalmaz. Ez itt a lényeg. Inkább csak az utolsó képpel zárnám a dolgot. M87, Virgo. Itt ezek mind egyedi gömbhalmazok. Tehát az, hogy például a tejút rendszerünknek van 150 gömbhalmaza, az nudli. Tehát a gömbhalmazok az igazán idős csillagpopulációból fölépülő elliptikus galaxisokban sokkal nagyobb gyakoriságúak. És a galaxis halmazok közepén vélhetően galaxis összeolvadással kialakult centrális domináns galaxisok, mint amilyen az M87 a Virgo halmazban, van köztük olyan, ahol 2-3 ezer gömbhalmaz is kimutatható egy darab galaxis körül. Tehát a gömbhalmazok, mint égitestek, azok az extragalaktikus skálán magukban is önállóan érdekes dolgok, mert egy gömbhalmaznak a tipikus abszolút fényessége az a -7-8 magnitudó, tehát a legfényesebb csillagoktól is fényesebbek, ezért aztán a távoli gömbhalmazok körül, ha valamiket látunk, mint például itt, azok tuti biztos nem csillagok, hanem gömbhalmazok. És akkor a gömbhalmazokkal, mint próbatestekkel tanulmányozható adott esetben ennek a galaxisnak mondjuk a gravitációs tere, a gömbhalmaz rendszernek a forgása, a
a gömbhalmazrendszernek a sebességszórása, pont úgy, mint hogy a gömbhalmazon belül a sebességprofil tanulmányozható az egyedi csillagok sebességével. Tehát nagyon érdekes gravitációs vizsgálatokat is lehetővé tesznek a gömbhalmazok más galaxisok körül. A téma itt körülbelül azt gondolom, hogy bőven megér egy lezárást. Köszönöm szépen a figyelmet, ha van kérdés, arra megpróbálok válaszolni. Mindenkinek jó ülőgumó gömbölyítést kívánok. Köszönöm szépen!